A mai felvételnek, előadásnak szerintem nagyon fontos témája és címe van. Azt is mondhatnám, hogy egy nagyon aktuális dolgot szeretnék ma pedzegetni, ami valamilyen szempontból szerintem az én misszióm, talán már gyerekkorom óta. Bár azért azt is el kell mondani, hogy a 80-as években még nem igazán voltak olyan helyzetek, amelyek által az ember azt érezte, hogy egy totálisan kifordított világban éltünk. Ugyanez ma nem igaz. Én azt gondolom, hogy főként a 90-es évek óta nagyon nagyot fordult velünk a világ menete, kereke, és sajnos egyre több olyan helyzettel, állapottal találkozhatunk, amelyekkel szerintem nem tudunk mit kezdeni. Bár, ahogyan mondtam, én ezt már talán a 90-es évek, végén is érzékeltem, és azóta egyre rosszabb, romlottabb állapotokat értünk el, főleg a közerkölcs területén nagyon ritkán találkozom olyan emberekkel, akiktől még lehet valamit tanulni, akik megtudták saját magukat tartani. Azt gondolom, hogy ez igaz a művészeti életre is. Én ezt a területet kutatom gyerekkorom óta, 1985-től dolgoztam, működtem, a közönség előtt, először színpadokon, majd a televíziós műsorok kapcsán, nagyon sok rendezvényen, most az interneten, az előadásaim által. Tehát ismerem ezt a közeget. El tudom azt mondani, hogy milyenek voltak a korábbi korszakok. És azokról az évekről, évtizedekről is beszélni kell, amelyekben lehet, hogy fizikálisan nem jelentem meg, de nagyon régóta kutatom ezt a területet. Engem ugye főként az 50-es, a 60-as és a 70-es évek magyar filmművészete és filmgyártása érdekel. A ma időszak kapcsán nagyon sok olyan művészel találkozom, akik hatalmas erkölcsi tartással éltek, nem úgy, mint a maiak, tisztelet a kivételnek, de azt látjuk, hogy egyre több celeb került felszínre, és hogy főként őket támogatják, őket istenítik. Persze jó kérdés, hogy miért. Ahogyan mondtam, nagyon régóta kutatom ezt a területet. Ismerem a korábbi korszakokat, az átmenetet, és azt, hogy Mára hova jutottunk? Persze nem mindenki, de nagyon kevés az a fórum, ahol még emberséges, igazán profi és nagyon erkölcsös alkotókkal találkozhatunk, beszélgethetünk. A mai média egyáltalán nem ezt mintázza, példázza. Éppen ezért meríttek, például a korábbi hazai színművészek gondolataiból, így horvát teré művészetéből, akivel mostanában, vagy mondjuk inkább azt, hogy fél éve nagyon intenzíven foglalkozom, ez azért van, mert ő tudott számomra egy olyan mintát, felmutatni egy olyan hitrendszert, amit én is képviselek, és amiben én is nagyon erősen hiszek. Én a mai alkotók jó részében nem hiszek, és nem veszek tőlük semmit, sem így, sem amúgy. Sajnos egy olyan világban élünk, ahol nem az számít, hogy milyen tiszta értékekkel, morállal működünk, hanem főként az, hogy ki hogyan tudja eladni saját magát, ki hogyan tud beállni a sorba, bármilyen eszközzel. Pont ma fogalmaztam meg azt, hogy szerintem a mai celebek áldozatok, mert csak használják őket, és ők ezt nem veszik észre. Nagyon-nagyon sok pénzt kaszálnak. Általuk, hiszen tudjuk nagyon jól, hogy sajnos a mai fogyasztói réteg egyáltalán nem a magas művészetre kíváncsi, hanem főleg a bulvárra és sok esetben az ostobaságra. Ezt mindenképpen ki kellett mondanom. Én nagyon büszke vagyok a korábbi hazai alkotókra, főként a filmművészekre, mert, ahogyan mondtam, ők nagyon nagy tartással éltek, hatalmas profizmussal, ugyanakkor alázattal, és közülük nagyon sokan nem adták el saját magukat, még akkor sem, hogyha nagyon nehéz volt számukra a visszavonulás, és valamilyen szempontból a mellőzöttség. Ilyen volt Horváth Teri, Kossuth Díjas színművésznő, aki életem legnagyobb múzsája, ugyanakkor tanító mestere, mert ő annyira álhatatos volt, annyira hűséges, hogy Egyrészt soha nem adta el saját magát, másrészt pedig még idő előtt ki tudott szállni ebből a körből, ebből a nagyon erősen megmásított közegből. Szerintem ő egyáltalán nem tudta volna elviselni a mai korszakot, a 2000-es éveket is alig, de azt kell mondani, hogy azóta még rosszabb állapotok vannak, működnek. És beszélni kell például Latinovics Zoltánról is, aki már gyerekkorom óta, vagy gyerekkoromban megérintett, és akiről szintén nagyon, de nagyon sok felvételt készítettem. Az ő lelküket érzem leginkább, őket érzem saját magamhoz nagyon-nagyon közel, ezért van az, hogy velük foglalkozom olyan régóta, nagyon intenzíven, mert ö, olyan, mintha a rokon lelkek lennének. Szerintem a vállalásunk kapcsán is nagyon sok mindenben megegyezünk, de főleg abban, hogy egyikünk sem állt be a sorba, nem váltunk celebekké, holott ezt mindannyian megtehettük volna, Persze nem csak róluk kell beszélni, hanem más olyan alkotókról is, akik nagyon fantasztikus munkát végeztek annak idején, de lehet, hogy az életük utolsó 10-20 vagy akár 30 évét száműzetésben és munkanélkül élték tudom azt, hogy ilyenkor egy alkotó mennyire szenved, és hogy milyen elvonási tünetek keletkezhetnek. Miképpen szerintem Horváth Teri is így élte le az életét, bár ahogy mondtam, ő benne volt egy nagyon erős tartás, és talán nagyon jól titkolta a fájdalmait, a szenvedéseit, nem panaszkodott, és nem állt be ripacsnak, megtehette volna. Szerintem ma nagyon sok ripacs van, ahogyan mondtam, rengeteg celeb, egyre többen adják el magukat, egyre többen állnak be a ma bizonyos sorba, ami nekem nagyon, de nagyon nem tetszik. Éppen ezért, amit mondtam, a mai világban nem igazán találok olyanokat, tisztelet a kivételnek, akikre felnéznék, akiket jó szívvel fogadnék. Horváth teri lénye, lelke nagyon sokat ad számomra, feltölt energetikailag, és megtanít még jobban küzdeni, és megerősíti a hitemet. Főleg akkor, amikor már az ember elcsügged, nekem is vannak nehezebb napjaim, akár olyan pillanatok, amikor azt érzem, hogy teljesen értelmetlen ilyen dolgokkal, témákkal foglalkozni, mert egyrészt tudjuk azt, hogy ezek nem kifizetődőek, másrészt pedig lehet, hogy már ezekre a gondolatokra, a mondatokra sincs szükség, miképpen Horváth Teri fogalmazott annak idején. Ő azt mondta, hogy azért szállt ki ebből az egészből, Azért vonult vissza, mert azt érezte, hogy nincs már rá szükség. Az ő gondolataira, az érzéseire, a művészetére, a lényére. Ugyanakkor azt is elmondta, hogy úgy érezte, hogy őt akkor már az a világ száműzte, kilökte, lehet, de szerintem, ezzel a gyilkos világgal soha nem szabad önmagunkat azonosítani. Lehet, hogy valamilyen szempontból jó, hogy ő visszavonult, mert így meg tudta tartani saját magát, talán a hitét, és nem koszolódott be az a vállalás, az a misszió, amit ő tulajdonképpen vállalt, amit ő végzett, és ami iránt ő annyira hűséges volt. Szerintem soha nem szabad azt hagyni, hogy az ember bekoszolja saját magát erkölcsileg, vagy hogy azt hagyjuk, hogy mások bemocskoljanak. Mert sajnos én azt látom, hogy a mai világban, ez a fajta tendencia nagyon erősen megnyilvánul, és azt is látom, hogy nagyon sokan sajnos így élnek. Ugyanakkor, amit mondtam, a butaság, az ostobaság, a primitív megnyilvánulások, a kivetkőzés, a manipuláció, a megmásítottság jelenik meg főként a mai médiában, Szerintem olyan állapotokat értünk el, amelyek tarthatatlanok, és amelyeket nem lehet vállalni. Én tíz éve nem nézek televíziót, foggalmam sincs arról, hogy milyen műsorok működnek, élnek a mai médiában, hála a jó égnek. Szerintem ezért tudtam saját magamat megtartani, és ezért tudok ilyen témákkal foglalkozni. Nem mellesleg, ezért sem váltam celebbé, válhattam volna, de még én is idő előtt kiléptem ebből az egészből, ebből a mókuskerékből, hát talán pontosan 2008-ban. 2008-ban én még egy országos csatornánál dolgoztam, nem fogom elmondani, hogy hol, Budapesten, egy nagyon nagy Helyen, mondjuk így, és jól kerestem anyagilag, és biztos vagyok benne, hogy úgymond fejjebb is juthattam volna. Persze nem csak így dolgoztam, dolgoztam a maffinben, más fővárosi stúdióknál, televíziókban, újságoknál, sok helyen. De amikor megláttam, megtapasztaltam azt, hogy például a fővárosban mi van, hogy ez a terület hogyan működik, és hogy mit kellene megtenni azért, hogy az ember ismert legyen, akkor én azt mondtam, hogy én ezt nem csinálom, nem állok be a sorba, nem mellesleg, a gyomrom sem bírta, szó szerint sokszor fölfordult, nem bírtam el erkölcsileg ezeket a helyzeteket, visszavonultam, és sok mindent letettem. Én nem akarok népszerű lenni. Nem akarom saját magamat eladni. Számomra fontosabb az, hogy olyan tételekkel, gondolatokkal foglalkozzunk, amelyek tiszták, amelyek erkölcsösek, jók, igazak, szépek, és amelyek által az ember egy magasztosabb állapotot, érhet el. Akár alázatban, humánumban, tisztelettudásban. Ha nem válok ki 2008-ban, ha nem hagyom ott a fővárosi életet, akkor ezek a felvételek nem születtek volna meg, akkor most valószínű, hogy én is olyan dolgokról tudósítanék, amelyek egyrészt nem igazak. Nagyon sok esetben ugye ezeket a Témákat átferdítik, vagy elferdítik, nagyon sok esetben kellett volna politikai dolgokkal foglalkozni, amelyeket szintén nem vállaltam. Még akkor sem ha azzal fenyegettek, hogy kirúgnak, ám legyen, mondtam, legalább hamarabb és könnyebben eljöhetek. Tehát soha nem adtam el saját magamat, még akkor sem, amikor nem tudtam azt, hogy hogyan fizetem ki a lakhatásomat, vagy mondjuk hogyan vásárolok élelmiszert a boltban. Nagyon sokszor jöttem el úgy, hogy nem tudtam azt, hogy másnap mi lesz. De valahogyan lett, hiszen 2008 óta eltelt 15 év. Utána még dolgoztam néhány helyen, újságoknál, televíziós, csatornáknál, de már nem a fővárosban, hanem vidéken. Ott egy picit jobb volt a helyzet, de nem mondhatom azt, hogy rózsás. Éppen ezért 2014-ben végleg szakítottam az irányított médiával, és létrehoztam az önálló felületeimet, a saját magazinomat, és elkezdtem ezt a munkát. Tehát most már majdnem tíz éve vagyok szabadúszó, szabadon gondolkodó és érző egyén. Horváth Teri is kivált ebből a körből, és elindította a saját programját. Nagyon-nagyon sok vidéki városban lépett föl, önálló műsoraival, erről az útról, készítettem egy hosszabb előadást, eredeti meghívókkal, dokumentumokkal, interjúkkal, cikkekkel. Érdemes azt megnézni, hogy ő milyen sok helyen járt, milyen sok településre hívták, és azt is, hogy mennyire szerették az emberek, mert ő nagyon, de nagyon közvetlen volt, és olyan mondtam, nem adta el saját magát, nem lett celebb, nem fordult ki önmagából, nem vált ripacsá, önmutogató lényé. Ezért mondtam azt, hogy én nagyon, de nagyon tisztelem ő, de nem csak őt, hanem azokat a művészeket is, akik korábban így alkottak. Persze tudom azt, hogy ma is vannak olyanok, akik visszavonultak, és noha annak idején nagyon sikeresek, kedveltek voltak, nagyon sok szakmai elismeréssel, mégsem tudnak Elhelyezkedni ezen a pályán, mert kitúrták őket, például a celebek, akik közül nagyon sokan iskolázatlanok. Számomra nagyon furcsa állapota az, hogy vannak olyan lények, akiknek lehet, hogy még diplomájuk sincs, de az is lehet, hogy még egy középiskolát sem végeztek el, semmit nem tudnak felmutatni egyedül azt, hogy hogyan tudják saját magukat riszálni, például a tévében, vagy hogyan tudnak nagyon sok ostobaságot összehordani. Sokszor elmondtam azt, hogy én nagyon sajnálom a mai 10 és 20 éveseket, és a gyerekeket is, hogy egy ilyen erkölcstelen világban kell felnőniük, és hogy olyan sztárok, idézőjebe téve, celebek, a mai példaképek, akik nemhogy építenek, szerintem igazából rombolnak mindenféle szempontból. De ahogyan mondtam, tisztelet a kivételnek, mert arról kell beszélni, hogy persze nem minden ismert ember ilyen. De sajnos egyre többen vannak, egyre többen válnak ismerté azáltal, hogy például önmagukat kifordítva, megmásítva valamilyen extrém dologgal előállnak, ami egyáltalán nem a tartásról, a morálról és az alázatról szólna. Szeretnék ma olyan interjúkat alapul venni, amelyek által Horváth Teri elmondta, elmesélte az akkori gondolatait, és amelyek által megtudhatjuk azt, hogy ő milyen tartással élt. Ahogy mondtam, egy idő után neki vissza kellett vonulnia, és sokat élhetett a csendben, a csend közegében. Mostanában egyre inkább foglalkoztat az, hogy a különböző alkotók, hogyan élték át ezeket a helyzeteket, és hogy a csend, mint olyan, miről szól? Engem most már sokkal jobban érdekel az, hogy mi található meg a csendben, az elmélyülésben, mint az, hogy például a mai média miről beszél. Ahogyan mondtam, én tíz éve nem tájékozódom Eme felület által, vagy Eme közeg Éter által mert nagyon hamisnak és koszosnak vélem, és rombolónak, mérgezőnek, taszítónak. Erről már egy 2009-es interjú kapcsán is beszéltem, amit velem készítettek a magazinom indulásakor, elmondtam azt, hogy miért váltottam, hogy miért hagytam magam mögött a televíziós pályafutást, ha nem hagyom magam mögött, akkor már a biztosan sokkal ismertebb lényé válok, és valamelyik országos csatornánál dolgoznék éppen, de jó kérdés, hogy miről beszélnék, és hogy hogyan. Hogy esetleg én is válhattam-e volna olyan celebbé, akiket például már a levet köztettek, akikből bohócokat kreáltak, és ahogy mondtam, szerintem áldozatokat, mert ezek az emberek nem a saját igazi minőségük szerint élnek, hanem megmásítva, kihasználva, majd egy idő után eldobva, mint egy rongyot. Bocsánat, ezeket a gondolatokat ki kellett mondanom. Hát azt is mondhatnám, hogy 15 évig vártam erre, mert ahogy mondtam, én már 2009-ben, sőt 2008-ban is felismertem ezt a tényt, amikorra már csömöröm lett, például a fővárosi életből, és abból, ami ott ment. Nagyon-nagyon sok más helyszínen is megfordultam, tényleg nagyon-nagyon pesgő volt az akkori ottani életem, de ahogy mondtam, én ezt morállal nem bírtam el, éppen ezért hátat fordítottam ennek az egésznek, és visszamentem vidékre, és ott folytattam a pályafutásomat. De nagyon sok mindenről kellett lemondanom. Hát azt is mondhatnám, hogy szinte mindenről, de arról nem, hogy megtartsam a hitemet, hogy tovább dolgozzak, és hogy az önálló gondolataimat, tételeimet jelenítsem meg. Szerintem jobban jártam. Anyagilag rosszabb helyzetbe kerültem, de rájöttem arra, hogy így még mindig jobb, mint úgy, hogyha totálisan kifordulva élnék, és így mutogatnám saját magamat, hogyha így ismertek volna meg. Örülök annak, hogy nem váltam ismerté egy olyan változat vagy alternatíva által, ami által ma nagyon sokan népszerűkké váltak, szerintem nagyon hibásan, és talán azt is mondhatnám, hogy fájdalmasan, mert szerintem ez előbb-utóbb mindenkinek fájni fog de főleg azoknak az embereknek, akik egy ide után, lehet, hogy idősebb korukra rájönnek arra, hogy őket csak használták, hogy megtöltsék velük a különböző felületeket, újságokat, tévésműsorokat, bármit, mert nem a valódi lényükre kíváncsiak például az újságírók vagy a riporterek, csak arra, hogy hogyan lehet belőlük hasznot húzni, profitot generálni. Kettő vagy három évvel ezelőtt megkerestem egy könyvkiadót, egy olyan könyvkiadót, akik pontosan olyan témákkal foglalkoznak, és olyan írókkal, szerzőkkel, akik olyan dolgokról beszélnek, amelyekről én. Van több mint 4 millió karakternyi önálló gondolatiságon, 1100 cikkem, több száz interjúm, írtam e-könyveket, nagyon sok mindent. Elküldtem ezeket a tételeket, azt mondták nagyon konkrétan fogalmazva, hogy belőlem nem lehetne profitot generálni, magyarán nem érném -e kiadni az én könyveimet, írásaimat, mert nem biztos, hogy olyan sokan vevőek lennének rájuk, vagy rám, mivel én nem vagyok ismert, nem álltam elő, nem mutogatom magam, nem vagyok celeb, stb. 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 Tiszta sor. Oké. Okay. Fogadjuk el. Rendben van. De nem csak rólam kell beszélni. Főleg nem rólam. Sőt, ezt csak azért említettem meg, hogy mindenki tisztában legyen azzal, hogy milyen ez a pálya, hogy kik azok, akik előtérbe kerülnek. Noha lehet, hogy vannak olyan celebek, akik soha nem végeztek el egyetlen egy iskolát, nem dolgoztak mondjuk 20-30 évig ebben a szakmában, de valamivel, valamilyen nagyon extrém dologgal előálltak, és elhitették azt az emberekkel, vagy talán saját magukkal, hogy ők fontosak, még akkor is, hogyha egyetlen igaz szó nem hagyja el a szájukat. De ha mondjuk ők nyitnak egy pizzériát, vagy ha befestik a hajukat, vagy ha énekelnek két sort, talán nem hamisan, akkor az fontos, az kelendő, abból profitot lehet kreálni. Egyszer láttam egy olyan videót, nem fogom elmondani, hogy kik szerepeltek benne, Teljesen véletlenül került elém, én nem szoktam követni a celebek internetes oldalait. Eme videó körülbelül, hát talán pár perces lehetett, két-három perces. Azt lehetett látni, hogy két önmagából kifordult celeb hölgyemény, akik lehet, hogy nagyon ismertek, de egyáltalán nem tanultak és képzettek az ágyon ugrándoztak örömükben, hogy sikerült a gyerekeiket lepasszolni, mondjuk a, az anyósnak, vagy az apósnak, és önmagukból kifordulva ugrándoztak az ágyon, vihogtak, viháncoltak, pózoltak. Úgy éreztem magam, mint a cirkuszban. És amikor azt láttam, hogy ezt a videót több tízezren, vagy több ezren, úgymond lájkolták és megosztották, akkor azt mondtam, hogy itt a vég. Hogy ennél lejjebb már szerintem nincs, pedig van. Sajnos van. Egyszerűen elképesztő, hogy ezek a, az emberek, mert művészeknek nem szeretném őket nevezni, celebek, Mennyire nem tudták saját magukat megtartani. És azt is látom, hogy vannak olyanok, akik lehet, hogy minden egyes nap megosztanak magukról ilyen videókat. Persze, ahogyan mondtam, én nem szándékosan követem ezeket a megnyilvánulásokat, hanem ahogyan dolgozom, ugye nagyon sok csatornát, felületet tartok fönt, hát elém kerülnek, plána a reklámok, amelyeket nem győzök írtani. És azt is látom, igen, hogy vannak olyan művészek, akik a hangjukat kölcsönözték olyan bugyuta reklámok alá, vagy reklámoknak, amelyek nekén soha nem adtam volna el saját magamat, még akkor sem, ha milliókat fizettek volna, de ahogy mondtam, nem vagyunk egyformák, nem mindenki tudta megtartani saját magát, nem mindenki hűséges a vállalásához, nagyon sokan csalnak, eme játék kapcsán szerintem sokkal többen, mint akik nem. És éppen ezért mondtam azt, hogy én azt gondolom, hogy a korábbi hazai például filmművészek vagy színészek nem tudtak volna mit kezdeni ezzel a mai korszakkal, ahogyan Horváth Teri sem. Szeretnék most rögtön egy olyan interjúból idézni, amit Szilágyi János készített vele, 1984-ben, és amit a Köszönöm az interjút című könyvében lelhetünk föl, amiből egyébként én már ugye idéztem, és amire több előadást is felépítettem korábban. Eme interjú főként arról szól, hogy Horváth Teri hogyan vált meg a színháztól, hogyan kellett úgymond számüzetésben élnie. Persze arról is beszélnek, hogy ő vidéken, milyen sok helyen járt az önálló műsoraival, de azt is tudjuk, hogy egy-egy vidéki fellépés nem számít sajnos olyan nagy dolognak, mint mondjuk egy fővárosi celebeskedés. Horvátteri évekig járta a vidéki településeket, Hát az is lehet, hogy minimum száz helyen is fellépett, de ezekről a megnyilvánulásokról nem igazán tudósítottak. Magyarán mondhatjuk azt, hogy már Eme korszaka által nem vált annyira ismerté, vagy sztárrá, mint annó, amikor őt ugye nagyon sokat foglalkoztatták, és nagyon Neves filmekben vagy színdarabokban lépett föl. Pedig, ahogyan elmondtam korábban, szerintem ezek a fellépések is nagyon fontosak voltak, hiszen nagyon-nagyon fontos gondolatokat osztott meg a hallgatókkal, a közönséggel. Néhány nappal ezelőtt találtam egy eredeti hangfelvételt, amelyben Horváth Teri önálló műsorát lehet meghallgatni. Ez egy 79-es felvétel, és noha már egy picit lehetett azt rajta érezni, hogy dühös volt, indulatos, de mégis találtam benne olyan gondolatokat, momentumokat, amelyek feltöltöttek, és amelyek által tovább tudom vinni ezt a vállalást. Ahogyan mondtam, szerintem horvátteri, egy picit úgy működött, mint egy tanító, kimondva vagy kimondatlanul. Igen, olyan volt, mint egy lelki vagy spirituális tanító, akár mester, miképpen Latinovics is. Nagyon jól tették azt, hogy mindketten írtak könyveket, bár szerintem többet kellett volna, mert, ahogyan mondtam, nagyon sok olyan gondolatiságot, és akár hitet tudtak és tudnak felmutatni a mai napig, amelyekre bizony nagyon nagy szükség van. Tehát nem igaz az, hogy horváterire nem volt szükség annak idején, de igen, csak maximum ezt az akkori nagyobb média, ahogyan ugye ma szokták nevezni fősodrású média nem ismerte föl. Én felismertem, és ezért kezdtem el ugye foglalkozni az ő lelkiségével és gondolataival. Ezért van az, hogy most már 45 felvételt ihletet meg horvát teri lénye, ugyanakkor, hogyha jól számolok, akkor 54 órányi előadást. Akkor ez lesz az 55. óra ami csak róla szól, és amit tulajdonképpen ő generált, az ő lelke, az ő hitrendszere, az álhatatossága, a tartása, ami által én azt gondolom, hogy őt vissza kell segíteni az életbe. Tegnap volt egy nagyon furcsa élményem. Sokat gondolkodtam azon, hogy ezt elmondjam-e, vagy nem. Megkeresett egy férfi, a magazin kapcsán, a magazinom által, hogy ő szeretne beszélni, beszélgetni Horvátorival. Én is. De ezt nem tudjuk megtenni. Ezek szerint ennyire élethűek ezek az előadások. Úgy tűnik, hogy valamilyen szempontból fel tudtam Horvátorit támasztani, mert, ahogyan mondtam, volt egy férfi, aki azzal kapcsolatban kereste meg a magazint, hogy ő szeretne Horváth Terivel találkozni és beszélgetni. Ugye milyen érdekes? Szerintem nem véletlenül fogalmazódom meg a mai korban. Nekem pontosan ez volt a dolgom. Az is lehet, hogy az volt az én fő dolgom és misszióm, hogy horvát terít visszasegítsem ide. Mert hogy köztünk van egy nagyon szent vállalás és szövetség. Én nagyon hűséges vagyok hozzá, mert nagyon szerettem őt. Nagyon-nagyon szerettem. Tehát lehet, hogy megfogadtam azt, hogy visszajövök, beszélek róla, és ezáltal elértük azt, hogy vannak olyanok, akik úgy érzik, hogy Horváth Teri még mindig él. Most mondok valamit. Horváth Teri még mindig él. Most is itt van. Noha lehet, hogy fizikálisan nem tudunk vele beszélgetni és találkozni, de lelki szinten igen. Én azt tudom erre mondani, hogy kedves uram, ön bármikor beszélgethet vele. Csak nyissa ki a lelkét. Fogadja be az ő gondolatait. Figyelje azt, hogy én mit mondok. Mert horvátteri rajtam keresztül üzen. Mert horvátteri médán keresztül Közvetít. Általam. Mert kiválasztottuk egymást. Tehát Horvetteri föltámadt. Azáltal, hogy foglalkozom vele, és azáltal, hogy ilyen sok előadás készült már az ő lényével kapcsolatban. Ez egy fantasztikus munka. Csodálatos az, amikor valakit fel tudunk támasztani. Mondhatjuk azt, hogy nekem ez valamilyen szempontból sikerült, és ennek nagyon-nagyon örülök. Térjünk vissza arra, hogy horváteriben milyen nagy tartás volt. Ő egy nagyon-nagyon elismert művésznő volt, rengeteg díjjal, kitüntetéssel, nagyon sok csodálatos szereppel. Mégis kiszállt ebből az egészből, mert ő teljesen másfajta lelki berendezkedéssel működött. Azt is elmondta eme 1984-es interjú kapcsán, hogy mesztelenre nem voltam hajlandó vetközni soha. Az nem az én világom. Ilyen formán valóban nem haladtam a korral. Én csak erkölcsös, tisztességes módon tudok élni is, megjátszani. Ezek az ő szavai. Nagyon örülök annak, hogy voltak ilyen művészek is. Persze, ahogyan mondtam, biztos, hogy ma is vannak, de sokkal kevesebben. Ő 20-30 évig élt színpad nélkül. Az nagyon-nagyon sok. 20-30 évig tudta megtartani önmagát. Pedig, ahogyan mondtam, fizikális fájdalmai voltak. Nagyon sokat szenvedett, vergődött, sírt indulatossá, emberkerülővé vált. Nagyon érdekelt volna, hogy az ő csendjében mi fogalmazódott meg, az alatt a húsz év alatt. De úgy érzem, hogy sok mindent el tudok arról mondani, hogy horvát teri csendje milyen, és hogy azon alkotók közege milyen, akik ugyanilyen helyzetbe kényszerültek, akiknek egy idő után meg kellett válni a színpadtól, a vászontól, és akár teljesen másfajta foglalkozást kellett vállalniuk, űzniük. Erről is fogok majd mesélni. Szintén egy korábbi interjú kapcsán Horváth Teri fogalmazta meg azt, hogy a 80-as években milyen sok pályatársának el kellett hagynia ezt a szakmát, és teljesen más munkát vállalni. De még ne szaladjunk ennyire előre, mert eme interjúból, Szilágyi János könyvéből szeretnék még idézni, ezt fogalmazta meg a riporter, Elnézést kérek, de én nem kértem öntől számon, hogy miért nem vetközik filmben vagy színpadon önvont párhuzamot a korszerűség és a mesztelenkedés között. Ha már itt tartunk, nem vet le a világ minden pénzért sem? Erre Horváteri azt válaszolta, nem olyan fontos levetközni. El lehet azt a hatást másképp is érni. Terike, egyáltalán akarták már magát levetköztetni? Igen. Egyszer mondták, hogy behabosítanak egy fürdőkádban, de semmi sem látszik majd belőlem. Mégsem egyeztem bele, mert hiába habosítanak, a világosítók meg a műszakiak csak néznek. Tehát mondhatjuk azt, hogy itt is arról beszélt, hogy benne mekkora volt az erkölcsi tartás. Lehet, hogyha levet között volna, akkor több szerepet kapott volna. Vagy még ismertebbé vált, de szerintem nem ezáltal kell ismerté válni. Vagy korszerűvé és elfogadottá. Hát megmondom őszintén, hogy én sem vetköztem le soha, pedig tíz évig dolgoztam színpadokon, húsz évig televíziókban, és voltam modell is. Soha, de soha nem hagytam magam. Egyszer kaptam egy nagyon nagy ajánlatot, ezt el fogom mondani, muszáj, hogy elmondjam. Akkor már modellként dolgoztam, rövid ideig, de mellettem műsorvezetőként, riporterként, szerkesztőként, volt diplomám, televíziós mesterkurzust is végeztem, újságírói iskolát, sok mindent. Felajánlották azt, hogy az egyik leges leges legismertebb magazin elején szerepelhetnék a címlapon, esetleg nyilván, hogy a belső oldalakon is de le kellene vetköznöm, mivel én 20 évesen nagyon-nagyon de nagyon dekoratív voltam. És azt mondták, hogy ha levetközöm, és ebben nagyon ismert magazinban megjelenek, akkor lehet, hogy az egyik országos <laughs> csatorna műsorvezetője, vagy esetleg kiradós bemondója lehetek, de csak így. Ilyen áron, ilyen úton. És megkérdeztem tőlük azt, hogy de másképpen miért nem lehet. Hiszen akkor én már sok-sok éve televíziós bemondó voltam, igaz, hogy vidéken, de komolyabb munkáim voltak, nagyon sok riportfilmet készítettem, sok TV-nél jártam, volt egy csodálatos önéletrajzom, és hát azt is mondhatnám, hogy egy tanult szakember voltam. Ez nem kellett senkinek. Azt kellett volna, hogy levetkőzzek, és hát gondolom, hogy sok férfival, vagy akár nővel is ágyba kellett volna bújni. Persze, hogy sok ilyen ajánlatot kaptam, igen, kaptam. <laughs> igen, sok meghívás, de egyiknek sem tettem eleget, nem bújtam ágyba senkivel. Ilyen téren maximum, <laughs> ugye csak a kapcsolataim által, akikkel együtt éltem, na de hát ez természetes. De én a szakmát és a magánéletet ilyen formán soha nem kevertem össze. És nem adtam el saját magamat, nem álltam be a sorba, és nem engedtem meg azt, hogy levetköztesenek, akkor sem, amikor országos évarcomodell voltam, mivel hogy én az is voltam. Szóval én azt gondolom, hogy működnie kell bennünk egyfajta erkölcsi tartásnak, morálnak. Persze, ez csak akkor igaz, hogyha az ember erre esküdött föl. Én erre esküdtem föl, nem mellesleg tudtam és éreztem azt, hogy én nem vagyok ilyen. Nem is tudtak volna beállítani a sorba, mert én nagyon-nagyon más berendezkedéssel élek, szerintem pont olyannal, vagy nagyon hasonlóképpen, ahogy a horvátteri. Tehát ő sem tette meg ezt, de igazából nem csak erről van szó, nem csak a mesztelenkedésről. Beszélni kell a pózolásról, a ripacskodásról, arról, hogy ki hogyan helyezi magát előtérbe, hogy, hogy hogyan nyomulnak az emberek, hogyan tapossák el a másikat. Elmondok még egy sztorit. Jó kérdés, hogy megnevezzem-e a csatornát, nem nevezzük meg. Az egyik legnagyobb országos csatornáról van szó, televíziós Csatornáról és társaságról beszélünk, ahová szintén felvételiztem az ön önéletrajzommal, és fogadott az alelnök. Elmondtam azt, hogy milyen műsorokat szeretnék készíteni, milyen ötleteim vannak, és azt mondta, hogy rendben van, próbáljuk meg. Budapesten, a fővárosban nagyon komoly műsor ötletekkel álltam elő, amelyek szerintem kuriózumoknak számítottak volna. Amikor bekerültem a szerkesztőségbe, akkor már elkezdtek támadni az ottani úgymond régebbi bútor darabok, bocsánat, hogy így fogalmazok, és kb. kettő perc alatt kipiszkáltak. Mert olyan gyilkos volt a levegő, vagy egy olyan gyilkos közeget képeztek, ami által nem tudtam tovább ott maradni. Elmondták azt, hogy hogyan furkálják egymást az ottani emberek, és hogy vannak olyanok, akik bármit megtesznek, vagy megtennének azért, hogy a képernyőn maradhassanak, és hogy más ne váltsa le őket hát állítólag főleg a nők voltak így, de én azt mondtam, hogy nem állok be a sorba, nekem ez nem kell, tehát én nem teszek azért meg mindent, hogy valahova bekerüljek, és hát eljöttem erről a helyről, de nem csak egy ilyen helyről kell beszélni, hanem legalább 50 ilyen helyről és állapotról. Szilágyi János megkérdezte azt Horvátteritől 1984-ben, hogy megnézie a többieket, hogy jár-e színházba, és azt válaszolta Horváth Teri, hogy nem, mert védekezik, azért, hogy ne fájjon a szíve, mert nem lehet már közöttük. És azért, hogy ne jusson eszébe az, hogy a játszó pajtásai elhagyták. Így fogalmazott. Magára maradt, és hát ezért kezdte el az önálló esteket, mert még volt mondani valója, és azért, mert ugye kohéziót szeretett volna a közönséggel kialakítani, hát úgy, ahogyan én. Én soha nem azért akartam különböző műsorokat létrehozni, hogy saját magamat mutogassam, hogy sok pénzt keresek, hanem azért, hogy értékeket állítsunk föl, hogy fontos témákkal foglalkozunk, és azért, hogy a közönség, jót, igazat, és egy tiszta mintát kapjon. És hogy ebből is tudjanak táplálkozni. Jó kérdés az, hogy kik azok, akik ilyen erkölcsi tartással élnek ma a napjainkban. Szerintem ők igazából nem is nagyon látszanak, mert belefáradtak a küzdelembe, és abba, hogy azt látják, hogy erre semmi esély. Mármint arra, hogy olyan dolgok nyilvánuljanak meg a mai médiában, amire egyébként szerintem nagyon sokan vágynak, de, de mivel nem adnak teret ezeknek az embereknek, ezért főleg a bulvár, a politika, a rengeteg hazugság, a manipuláció az az, ami zajlik, folyik. Itt van előttem egy másik interjú, amit László Ilona készített Horváth Terivel 1973-ban, és a Nógrád című labban jelent meg. László Ilona így fogalmazott, nagyon sok színész, főként fiatalok, ha megkérdik őket, hogy miért vállalnak el oly sokféle feladatot, arra hivatkoznak, hogyha egyszer nem vállalnak el valamit, megsértődik a rendező, és többé nem hívja őket. Erre válaszolta azt Horváth Teri, hogy sértődjön meg. Ha én jó színész vagyok, idővel rájön, hogy szüksége van rám, és hívni fog. Ha meg nem, akkor sohasem volt rám igazán szüksége. Hát igazából ez is a tartásról szól, ugye? Tudom azt, hogy vannak olyan művészek, akik állandóan sündörögnek. Na, én abszolút nem vagyok egy ilyen típus. Sündörögnek, dörgölőznek, villognak, csillognak, pozolnak, mutogatják magukat, csak azért, hogy felfigyeljenek rájuk. Magyarán, hát azt is mondhatnám, hogy valamilyen szempontból szerintem próbálnak lobbizni, saját magukat előnyösebb helyzetbe és pozíciókba juttatni. És valljuk be őszintén, hogy ez nagyon sokszor sikerül is, de jó kérdés, hogy ez mennyire igaz. <laughs> hogy itt valóban az igazi személyiségükről, ényükről beszélhetünk, hogy ez nem egy megmásított szerep. Szerintem igen. Bár tudjuk nagyon jól, hogy ilyen erkölcsi tartással, az ember sok esetben nem juthat előre, vagy egyáltalán nem. Persze jó kérdés, hogy, hogy hol, milyen közegben, vagy hogy az ember egyáltalán hol szeretne előrébb jutni. Én már nem szeretnék az emberek között, és különböző pozíciók terén, engem ez a közeg már nem érdekel. Én egy istenibb, magasztosabb, tisztább minőséget szeretnék elérni. Ott viszont én úgy érzem, hogy egyre előrébb jutok és közelebb, és egyre jobban megszilárdítom saját magamon belül azt a tartást, vagy azt a hitrendszert, amivel én tulajdonképpen gyerekkorom óta rendelkezem, és ami által szerencsére soha nem adtam el saját magamat, mert nem is volt rá szükségem. Nem volt rá szükség. Pontosan azért, amit mondtam, mert én nem akartam olyan dolgokat elérni, amelyeket sokan igen. Nagyon jó ez az interjú, illetve azt kell mondani, hogy horvátteri gondolatai fantasztikusak. Ennek a cikknek az a címe, hogy egy tisztás, ahol süt a nap. Idézek még belőle. Azt mondta horvátteri, hogy a csend épp olyan fontos számára, mint a szó ha nincs csend, nem hallatszik a kiáltás. Ő nagyon bölcs volt. Én is nagyon szerettem a csöndet. Egyre jobban imádom. Mert olyan dolgokat hallottam meg a csendben, a csend által, amit máshogyan soha. Akkor biztosan nem, hogyha egy fővárosi celebbé válok, és a látványvilágban működöm. Minden ember, minden színész életében vannak mélypontok. Hogyan viselte el? Kérdezte László Ilona 1973-ban Horvát Teritől. Így felelt. Felháborítónak tartottam, amikor egy-egy ilyen periódusban az újságírók sopánkodva írtak arról, hogy keveset foglalkoztatnak. Mellőznek, meg ehhez hasonlókat. Én, amíg színész vagyok, nem lehetek halott. Soha nem vagyok olyan aktív, mint épp az ilyen mélypontok időszakában. Akkor van időm élni, feltöltődni, zenét hallgatni, könyveket olvasni, és az utcán utána menni egy érdekes asszonynak vagy férfinak. Én még megszólítani sem restellek egy idegen embert, ha érdekel belőle valami. A célom, a hitem bennem van, azt én magamban hordozom. Olyankor is, ha éppen nincs módom csillogni. Jaj annak a színésznek, aki csak akkor tud örülni hivatásának, amikor főszerepet játszik. Két mondatos szerepet is el lehet mondani méltósággal, és közben készülni, tartalékolni az energiát a következő nagy szerepre. Pályája kezdetén is így érezte. Akkor is el tudott mondani méltósággal két mondatot? Akkor éreztem csak igazán így. Másként hogyan is várhattam volna el, hogy odafigyeljenek rám? Nem tudok tétlenül várakozni. És a munka idővel meghozza a lehetőséget is. De filmszerepet már akkor is visszatudtam adni, amikor még 1600 forintos fizetésből éltem, és nagyon szegény voltam. Nem volt abban a szerepben egyetlen olyan mondat sem, amelybe életet lehetett volna lehelni. Nekem ez a szerep nem tetszik, mondtam, és ezzel kész volt, elintéztem. Hát igen. És akkor a végén azt mondta Horváth Teri, hogy igen nagy a hitem abban, amit csinálok. Amikor nekiindultam az életnek, a szépet kerestem a csiga is a bokrok alján erdők sötétjében bugdácsol, cipeli hátán a terhét, de ha talál egy tisztást, ahol süt a nap, kibújik a házából, a fény felé fordul, és olyankor biztos, hogy boldog. Én az vagyok. Úristen, ilyen emberekre van szükség, olyan emberekre, mint amilyen horvátteri is volt. Igen. Ahogyan mondtam, szerintem ő egy nagyon nagy tanítómester. Számomra biztosan. Mert olyan dolgokat mutatott föl, amelyek nagyon, de nagyon hiányoznak a mai világból, és amelyek által szerintem a mai fiatalok is sokkal értékesebb gondolatokat kaphatnának örülök annak, hogy őt képviselhetem, örülök annak, hogy, hogy vele élhetek eképpen, hogy minden nap megszólít fél éve. <laughs> Egészen fantasztikus. A következő interjúnak az a címe, hogy Horváth Terivel a Tisza parton. A beszélgető társa Valkó Mihály volt, és ezt a riportot szolnokon készítették, október 15-én Terézia napján, 1976-ban. Idézni fogok, maga a Tália színház tagja a fővárosban él. Most vidéken vállalt szerepet. Nem gondolja, hogy vannak, akik ezt rangon aluli lépésnek tartják? Horváth Teri ezt válaszolta. Latinovics Zoltáról is ezt tartották? Gábor Miklósról is így vélekednek? A színészi pályán sem a legszerencsésebb a röghöz kötöttség. Hogyha igazi színész az ember, csak egy dolog érdekli, a művészi feladat a jó szerepért egy vérbeli színész elmegy a világ végére is. És miért baj az, ha több ember látja, nem csak a törzs közönsége? A szerepeken túl pedig még az is vonza, hogy minél többen érzékeljék őt ember közelségben. Hát erről beszéltem az egyik előadás kapcsán. Nekem nagy öröm, hogy szolnokra jöttem, és nagy öröm, hogy úton útfélen jó ismerősként köszöntenek. Én önszántamból mindig is eljártam vidékre, önálló esteket adni különböző városokba. Bár nehéz otthagyni a fészket, a kialakult életritmust, de annyi mondani valón van az embereknek. Megragadom a lehetőséget, bárhol adassék. Igen, mondtam, hogy nagyon jól ismerem az ő lelkét, mert erről beszéltem. Bizony. Tehát nem tartotta a rangon alulinak azt, hogy Kossuth díjasként eljárt különböző vidéki városokba, akár kisebb falvakba, és hogy esetleg egy-egy gyár ebédlőjében, vagy egy nagyon-nagyon pici helyiségben, akár 10, 20, 30, 40, 50 ember előtt szerepelt, mert ők is fontosak, mert ezek a korszakok és vállalások is fontosak. Sőt, nagyon is. Én ezt így gondolom. És akkor van még egy nagyon fontos interjú, amiből szintén szeretnék idézni, ami már egy picit későbbi, 1981-es, és ami által azt mesélte el, hogy akkor már, milyen sok korábbi színművészt száműztek, nem kaptak különböző felkéréseket, ahogyan ő sem, hogy mennyire nehezen tudták kezelni ezeket a helyzeteket, amit én nagyon, de nagyon megértek, mert én is végigmentem ezeken a folyamatokon. Noha lehet, hogy kisebb vagy egyszerűbb volumenben, de szerintem az érzés az ugyanolyan. A Szolnok megyei labban jelent meg egy olyan cikk, aminek az volt a címe, hogy mi történt Szolnok óta beszélgetés horvát terivel, aki nem tűri maga körül a csendet. Bár szerintem igen, mert ugye elmondta azt, hogy ő nagyon sokat táplálkozott a csendből, az elmélyülés által, ezt az interjút otthonában az egykori gorki, fasori lakásukban készítették vele, ahogy mondtam, 1981-ben, december 29-én jelent meg, a Szolnok megyei néplapban úgy indul ez az interjú cikk, amit Palágyi Béla készített, forrongó világ, a színház világa, naponta újra fogalmazzák a színjátszás játékszabályait. Szobrok dőlnek a porba, generációk tűnnek el a sűjesztőbe. Másfelől a hullámok hátán alig hallott nevek emelkednek az egekig. Hát erről beszéltem. Tehát ez a tendencia már 81-ben is Megnyilvánult, mit szólnának a 2023-as esztendőre, a mostani világon kapcsán, amikor hát azt is mondhatnám, hogy egyre több olyan alig hallott név emelkedik a magasba, akikre lehet, hogy igazából annyira nem is lenne szükség. Erről mesélt Horváth Teri 81-ben. A fülembe cseng még a szolnoki közönség tapsa. Kedves nekem ez a taps, de egy kicsit el is szomorít, ha rá gondolok. Mert én szolnok óta nem voltam színpadon. Legalábbis jelentős szerepben nem. Mondhatnák, hogy ami most következik, azt a sértődöttséggel mondatja velem. Nem így van. Én perelek, de nem magam miatt, hanem a magyar színművészet miatt emelek szót. Mert nem hiszem, hogy jól van az úgy, hogy a színházi kultúrának értékeit nap, mint nap herdájuk. Olyan nagy egyéniség, mint Besenyei Ferenc, bicskei Tibor vagy nagy Attila hosszú idő óta nem jut tehetségéhez és felkészültségéhez méltó feladathoz. Az idősebbekről már ne is beszéljek. Az egyik kitűnő művésztársam ápolónői feladatot kíván vállalni, mert nem bírja a semmit tevést. A másik, aki pedig a főiskola tanára lehetne, oly szépen beszéli a magyar nyelvet, sírva panaszolta, miként utasította rendre egy tinédzser korú kollégája, akit megpróbált a filmforgatás közben arra biztatni, hogy érthetőbben beszéljem. A mi szakmánk nehéz szakma. Becsülete mindig is a kőszínháznak volt. A szó képletes és valódi értelmében. Az alapokat nem lehet nélkülözni. A színművészetben nem lehet panelekből építkezni. Ismerni kell a szakmát. Tudni kell magyarul szólni a színpadon. Az igazság is csak akkor igazság, ha mívesen és anyanyelven mondják, ezt előbb-utóbb valakinek csak fel kell ismernie. Tehát már a 80-as években is voltak ilyen gondok, és talán már a 70-es évek végén is, és nem csak horvátterivel kapcsolatban, hanem ahogyan említette, más, nagyobb, elismert színművészek élete által. Azt is elmondta Horváth hogy leszek én még megbecsült tagja a színész társadalomnak. Sajnos ez már egy idő után szerintem nem következett be, hiszen utána még kevesebb alkalommal jelent meg. Sőt, azt is mondhatnám, hogy ő maga távolodott el ettől az egész szakmától, közektől, pontosan azért, amit mondtam, mert annyira felhigult már ez a közeg. Annyira megmásították, és annyira más alapokra helyezték, hogy, hogy ők ezt már nem tudták elviselni. Utána még kapott több fontos díjat elismerés, de azt is tudom, hogy ezeket keftelenül vette át, ugyanis szerintem számára nem diakra lett volna szükség, hanem arra, hogy megbecsüljék a szakmában, hogy szerepekhez jusson, hogy át tudja adni a gondolatait, de később már ugye könyvet sem írt. Nem járta a vidéki városokat, teljesen totálisan eltűnt, bezárkózott, emberkrülővé vált, amit nagyon erősen megértek. Megértem. De ugyanakkor sajnálom sajnálom azt, hogy nem verték úgymond az asztalt, hogy igenis, ki kellett volna követelni Horváth Terit, hogy beszéljen, adja át a tapasztalatait, az érzéseit, a gondolatait. Én így tudom átadni 2023-ban. Noha rengeteg érzés maradhatott benne, ahogyan mondtam engem, nagyon érdekelne a csöndje, hogy milyen volt, hogy húsz évig ő mind gondolkodott, milyen dolgok emésztették, hogy milyen belső beszédek hangozhattak el, vagy akár monológok. Szerintem ez alatt a húsz év alatt rengeteg horvát monológ született, de ezeket sajnos nem hallhatjuk meg. Nem ismerhetjük meg, mert kívül nem Szilárdultak meg, nem rögzítették őket, és ő sem. Pedig húsz év alatt az ember nagyon sok mindent mondhat, nagyon sok mindenre rájöhet, és nagyon sok mindent átadhat, vagy adhatott volna akár a mai emberek számára. Tudom azt, hogy nem csak. Ő volt így jelen. Hiszen ahogyan kutattam, nagyon sok olyan művésszel találkoztam, akik egy idő után semmi mással nem foglalkoztak, csak a háztartással, vagy például a televíziót bámulták. Tíz évig, 20 évig, harminc évig. És esetleg sóhajtoztak, sírtak, nevettek valahogyan megpróbálták elviselni az üres járatokat, azt, hogy nem foglalkoztatták őket, hogy nem volt már igény az ő gondolatiságokra, a művészetükre, lényükre. Én nagyon szívesen felkarolnám most őket, és adnék nekik szerepeket. Készítenék velük interjúkat, de már ezt nem tudom megtenni. Miképpen arra a kérdésre sem tudtam válaszolni, hogy hogyan érhető el Horvátteri valahogyan így. Talán saját magunkon belül. Azáltal, hogy ő megnyilvánul. Hogy valahogyan mégiscsak közvetít. Lehet, hogy nem. A saját szájával és a fizimiskájával, de talán rajtunk keresztül igen, és talán azáltal, hogy az auráját még mindig lehet érezni, vagy sőt. Egyre inkább lehet érezni. Lehet, hogy azért, mert megtalálta azt a közeget, ami által újra fölfedheti saját magát. Ez a közeg én vagyok, ez a közeg méd a csatornája, a Demály Békés magazines program, aki szinte most már csak miatta és érte él, és általa mert, ahogy mondtam, ha ő nem érkezik ebbe a vállalásba, lehet, hogy én is abba hagytam volna ezt az egészet, ugyanazon okok miatt, amiért ők is. Amiért egy idő után ők is eltűntek. És már nem jelentek meg, mert úgy érezték, hogy nincs értelme annak, hogy bármit is mondjanak. Pedig szerintem lenne. Sőt, azt mondom, hogy van. Igenis van. Főleg most van. Jó, hogy uh, horvátteri lénye beköltözött az én aurámba. Jó, hogy uh, összeházasodtunk ilyen formán, mert, uh, mert én nagyon tisztelem, és uh, nagyon sok csodálatos uh, tétel, információ, ismeret. Gondolat érkezik általa, amiket természetesen átadok, mert én azt gondolom, hogy csak így lehet működni, nem a mai celebek ömlengése által, azt félre kell tenni, oda sem szabad nézni, ha az ember jót akar saját magának és a lelki világának. És mivel én jót akarok a hallgatóknak, a nézőknek, a követőknek ezért ilyen témákkal foglalkozom, még akkor is, hogyha ez anyagilag nem kifizetődő, ha nem lettem ismert, keresett, de nem ez a lényeg, hanem valami teljesen más. Szerintem ugyanaz, amiről ő is beszélt. Ami által azt érzem, hogy ő az egyik legnagyobb példakép. Mert benne valóban volt tartás. Mert én azt gondolom, hogy csak tartással lehet élni, erkölcsösen, és csak így lehet alkotni. Sehogy máshogyan. Jó, hogy azért találok még olyan embereket, akik ugyanígy működtek, akik megerősítenek. A hitemben. Ha a mostani világból táplálkoznék, akkor szerintem már elvesztem volna. Mert onnan semmilyen pozitív energia nem jön, vagy nagyon ritkán. Az alternatív felületek által olyan emberek, segítségével, akik függetlenek. Miképpen én, akik szabadok, és akik nagyon elkötelezettek, ugyanakkor hűségesek. Amilyen horvátteri volt, Latinovics Zoltán, és sorolhatnám a neveket. Sajnálom azt, hogy horvátteri úgy élte le az életét, ahogyan az utolsó húsz évben de ugyanakkor nagyon büszke vagyok rá. És lehet, hogy sok szempontból igaza volt. Tanulni szeretnék a csendjéből. Szeretném megismerni azt, hogy ő milyen lélekkel volt akkor jelen. Engem nagyon érdekel horvátteri csöndje. Lehet, hogy sok mindent megérzek majd belőle és általa, az utolsó húsz évből, ha kitárja a szívét, ha feltárja a lelkét, és megengedi azt, hogy közvetítsek, emel, szegmensből is. Tudom, hogy nagyon sok fájdalommal élt, de szeretném őt utólag meggyógyítani, fölemelni, és nagyon szeretni. Szerintem ő ezt érzi. Különben nem. Diktálna nekem fél éve. És nem késztetne arra, hogy, hogy foglalkozzam azokkal az évekkel, állapotaival, amikor ő már egyáltalán nem jelent meg sehol, és amikor ő már nem tartotta saját magát színésznőnek. Pedig szerintem ő akkor is az volt de hogy egy hatalmas tanító mester volt, az biztos. Én ezt most aláírom. És én ezt tényleg nagyon komolyan így is gondolom. Mert ha valamit tanítani kell, akkor az ez. Ami a mai adásunk címe, és amit például Horváth Teri is felmutatott, amilyen Csodálatos, erkölcsös mintaképpel működött. Ehhez kell igazi álhatatosság, hogy az ember ilyen maradjon, vagyis hogy az ember ember maradjon. A mai celebek nem adnak csöndet. A mai celebek által ezt nem tanulhatjuk meg. Pedig szerintem ez is fontos, erre jöttem rá, igen, hogy nagyon sokszor, sokáig kell csendben lenni. Ez is egyfajta ajándék, vagy azt is mondhatnám, hogy ez is egyfajta vállalás. Nem csak az, amikor az ember porondon van, amikor megjelenik, amikor csillog, villog, hanem az is, amikor háttérben élünk és működünk, vagy nem jelenünk meg. Egy művészből szerintem ez is fontos. Ezek az állapotok. Sőt, lehet, hogy ezek az állapotok még fontosabbak. Engem most már egyre inkább foglalkoztat a különböző művészek csöndje. És az, hogy ők mind gondolkodtak, gondolkodnak olyan időszakokban, amikor egyáltalán nem látszanak. De ez nem csupán néhány nap. Ez lehet akár sok-sok év. Szerintem pont, hogy az ilyen típusú alkotókat kellene megkeresni, amíg élnek, amíg jelen vannak, mert nagyon, de nagyon sok mindenről tudnának beszélni, mesélni, pontosan, hogy a csend közege által. Hogy a csendből mennyi mindent lehet felszínre tárni, azt valamilyen szempontból megmutattam, hiszen én is így működöm. Nagyon sok mindent tártam fölszíne, nagyon-nagyon sok tétel dolgoztam ki eképpen. A csend varázslatos, a csend gazdag, a csend színes, a csend megszólít. És azt is mondhatnám, hogy nagyon tömény, nagyon súlyos, igaz, közeli, egészen zseniális közeg. Én úgy érzem, hogy még nagyon sokat fogom kutatni ezt a szegmest, és igenis meg fogom keresni azokat a művészeket, akik akár 10-20 éve élnek csöndben. Vagy azért, mert önként döntöttek erről így, vagy azért, mert rákényszerültek. Hogy mennyi lelki vívódás Születik ilyenkor, szerintem arra nincs szó, de ezen lelki vívódások által nagyon sok mindent letisztázhatunk, és nagyon csodálatos és bölcs gondolatok születhetnek. Igenis, szükség van a csöndre, az elmélyülésre, a visszavonulásra, és arra, hogy az ember ne akarjon mindig látszani. De valamit adni, mindenképpen. A csendből is nagyon sokat adhatunk. Nagyon sokat adományozhatunk. Akkor, hogyha ilyen alkotókká válunk, és hogyha megtartjuk saját magunkat. Hogyha nem hazudtoljuk meg a vállalásunkat. Biztos vagyok benne, hogy ezek az emberek kiválasztottak. Tudták azt, hogy mikor kell Elvonulni, így élni, mert ezzel is tanítottak. A csenddel, és azáltal, hogy nem álltak be a sorba. Sőt, így tanítottak igazán. Aki figyel, aki éber, felismeri egyrészt ezeket az embereket, másrészt pedig a csend közegét és a visszavonultságot, és megérzi azt, hogy ebben mi van, megérzi azt, hogy mennyi, de mennyi kincs található ebben a mintában, mert ez is egy minta. Sőt, szerintem ez a nagybetűs isteni minta. Én úgy gondolom, hogy Isten közege a csönd, ami által ő közvetít. Ha valaki ebbe a szférába csatlakozik, ha valaki Isten szolgálója, akkor így cselekszik. És visszavonul, még akkor is, hogyha ez fájdalmas, még akkor is, ha ez nem kifizetődő. De megérezni ezt a közeget, és benne lenni, és ezt ápolni, képviselni, szerintem az egyik legnemesebb feladat. Ha most lehetne látni, valóban leemelném a kalapomat. Horváteri előtt. De belül ezt már számtalanszor megtettem. Mindig meghajolok előtte. És én azt gondolom, hogy ő ezt most is mosolyogva, és talán könnyes szemekkel fogadja. Mert tudja azt, hogy valaki felfedezte őt 2023-ban és pontosan megérezte azt, hogy az ő lelke milyen. Hogy hova kell eljutni, idáig kell eljutni. Mert ez a mérvadó. És azért, mert szerintem ez a, az egyik legfontosabb erény. Nem a kinti világban, nem a külsőségben, a zajban, hanem Isten szemében. Horváth Teri ezt teljesítette ő benne él, ott van, megérkezett, mert nem félt lemondani. Azt is mondhatnám, hogy valamilyen szempontból önmagáról. Vagy arról a magról, vagy valakiről, aki nagyon ismert volt, de azáltal, hogy visszavonult, szerintem egy teljesen másfajta oldalát ismerhette meg saját magának. Ezt az oldalt is meg kell ismerni, hogy az ember ilyenkor milyen. Én is megismertem. Megtudtam azt, hogy milyen vagyok a csend közegében, milyen vagyok külsőségek nélkül, hogy én ezt hogyan viselem, hogy mit tudok kihozni eme állapotból, és hogy hova tudok eljutni, egy teljesen másfajta aurában. Nem a külső kinti világban, nem a fővárosban, nem a csillogásban, a villogásban, az önmutogatásban, hanem a szerénységben, az alázatban, az egyszerűségben. De ugyanakkor én azt gondolom, hogy az önmegismerésben. Ez egy fantasztikus közeg teljesen másfajta létállapot. Nekem van tíz évnyi csöndem, ami nagyon sok. Minimum tíz év. Tíz év alatt nagyon sok mindent lehet föltárni, de azt kell mondani, hogy leginkább az isteni közeget és mintát lehet föltárni, ami szerintem már egy sokkal biztosabb alap és ugyanakkor őszintébb.